Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Weekend mai adásában beszélünk majd az év színéről, hiszen érkezik Szabó Veronika, aki ismét csodás dekorációt hozott nekünk a stúdióba, de érkezik Roma Ádám is egy újabb kihívással, ugyanis 2024 a mozgás éve, és a Móricz Zsigmond olvasókör születésnapját is megünnepeljük majd. Először azonban a képzőművészeti kiállításoké a főszerep, amelyekből már láthattak néhányat múlt héten, most pedig folytatjuk a nosztalgiázást. Kerekes Elek Győző születésének 70. évfordulója alkalmából nyílt önálló kiállítás júliusban Nyíregyházán a Pál Gyula teremben. A tárlatot Verebes György festőművész nyitotta meg. Az ő személyisége az stabil, a különféle művészi arcaival pedig különféle formák felé fordul, de ezeknek a tengelyében ugyanaz a művész áll. Tehát a látszólagos sokszínűség az valóban csak látszólagos, mert az átélésnek a mélysége, a lényegiség mindezek mögött az ugyanaz, és ez az övé, ez Kerekes Elek. Érzelmes absztrakt címmel érkezett kiállítás Nyíregyházára Ivano Frankvixból a Városi Galériába. Az augusztusban nyílt tárlat az ukrán testvérváros alkotójának Bohdan Hubal festményeiből mutatott be válogatást. A szájpróbálgatás egy színház belső terének megalkotásával kezdődött, azóta a textilművészet szerelmese. Most elsőként van önálló kiállítása Magyarországon, ide a lelkéhez legközelebb álló alkotásokat hozta el, például ezt a 2 méteres textil csodát. Nagyon szeretem a rusztikusságát, nagyon szeretem azt, hogy nem csak a hagyományos, kicsit determináltabb, iparművészeti, tárgyszerű művészetet hoz létre, hanem túllép, és ezek önálló műalkotások a képzőművészet területén is megálló, sőt, kiválóan megálló műalkotások, absztrakt, érzékeny művek. Tehát itt jóval többet látunk, mint egy hagyományos textil. Itt látunk szabálytalanságokat, megnyúlásokat, kinyúlásokat, különböző anyagok applikációját, szorítást és elengedést, szóval minden, amit érzelmekről lehet mondani, azok megjelennek ezekben az alkotásokban. Ugyancsak augusztusban tartották közös kiállításokat a nyíregyházi képzőművészeti ösztöndíjasok a Pál Gyula teremben, ahol Székhelyi Edit, Fekete Nóra és Csutkai Csaba alkotásai várták a közönséget. Itt azok az emberek vannak, akik úgy gondoltam első körben nyitottak erre a feladatra, hogy adják magukat portrékészítésre, és a képük, és mellette pedig a kontakt címszó alatt szerepel ez a kiállításom, amiben megmutatom, hogy igazából honnan indul el az a kontakt a fényképészetnek a 90-es években használt rendszeréből, ez meg volt korábban is, és ezek a kontaktok kétértelmű dolgok. Kétértelmű, egyik a fényképészeti kontakt, másik pedig az emberi, a kapcsolati kontaktra gondolunk. Szeptemberben a szatmár németi grafikus Mitrói Tímea tusrajzait tekinthették meg az érdeklődők a Pál Gyula teremben. A grafikus művész részletgazdag kompozícióiban visszatérő motívumok az indaszerű absztrakt vonalak, amelyek gyakran mintha teljesen behálóznák a figurákat. A művész számára különösen fontos, hogy még a tájképekre emlékeztető formák is utaljanak a tudatos, vagy épp a tudattalan tartalmak folyamatos áramlására. Az erős kontrasztok azok, amik érdekelnek, úgymond a drámai hatást azt szeretem. És valahogy a cím is ebből adódik, hogy legyen világosság, hogy ez valahogy ilyen reményt ad mégis. Hiába nagyon sötétek a munkáim, de azok a fehér vonások vagy szálak, tulajdonképpen az a reménység, az a fehérség, ami a feketében megjelenik, ez tulajdonképpen a legyen világosság. Így röviden összefoglalva. Novemberben Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ aulájában mutatták be az év természetfotósa 2022-es kiállítási anyagát, amely 80 alkotást tartalmazott. Itt most azt mondhatom, hogy egy abszolút best-of van, mert a hely adottságait figyelembe véve a 130 kép nem férte, úgyhogy még tovább válogattuk az anyagot, körülbelül 80 kép van itt most a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén és a galéria szinten kiállítva. November végén a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár adott otthont az Átutazók Művészeti Egyesület kiállításának. A Lift beragadt emberiség címmel megnyílt tárlat 14 képzőművész alkotásaival hívta spirituális elmélkedésre a látogatókat. 14 kiállító van, és ugye mindjárt az átutazókhoz tartoznak,
nagyon sokféle, sokszínű, tehát, és ezt szeretjük is, hogy a sokszínűség megvan, és hogy benne van az, hogy van olyan, aki már 30 éve állít ki, valaki most először, tehát hogy mi nem csinálunk ilyen szelektálást, hanem pontosan ez a sokszínűség az ezt mutatja meg, ami pont a megoldás, hogy a sokféleségből lehet tanulni a legtöbbet. És itt van abszakép, fotó, figurális festészet, akvarell, tehát minden, tehát lényegében majdnem mindenféle ágazata megvan a festészetnek. A Magyar Nemzeti Múzeumból tavaly a József András Múzeumba érkezett a geszterédi aranyszabja rekonstrukciója, amely hamarosan egy kiállítás főszereplője lesz. Erről is beszélgetünk Dornics Lászlóval és Jakab Attilával. Sziasztok, jó estét! Hát boldog új évet kívánunk! És gondolom, hogy ez az év is azért nagyon sok szép programot tartogat, úgyhogy mindenképpen invitáljuk a nézőket, hogy látogassanak el a Kálai gyűjteménybe. Mesélj egy picit, Laci, a következő programokról, és aztán utána majd Attila erről a fantasztikus kiállításról, illetve magáról ennek a régészeti értékeiről, hogyha beszélnél egy kicsit. Hát tulajdonképpen a 2023-ban egy nagyon sikeres évet zártunk, mert 20 000 fölött volt a látogatói létszámunk, ami rekord a Kála gyűjtemény 30 éves fennállása alatt. Ezt szeretnénk ebben az évben is folytatni, ezt a sikeres munkát is überelni, ezt a látogatói létszámot. Nagyon jó programokat sikerült, kiállításokat szerveznünk, rengeteg volt a múzeumpedagógiánk, és kicsik nagyok megtalálták azokat a programokat, rendezvényeket, amelyekre tényleg szép számmal érkeztek hozzánk. Ebben az évben a nyitóprogramunk a Szegedi Attila festőművész kiállítása január 18-án. Ez egy hónapig lesz látogatható, de ezzel párhuzamosan készülünk ugye a Magyar Kultúra Napjára, amelynek a fő attrakciója a geszterédi aranyszabjának a másolatának a kiállítása lesz, erről majd Attila fog beszélni, de mellette már készülünk a holokauszt 80 éves évfordulójára való megemlékezésre, ez a város által együtt közösen szervezett kamarakiállítás lesz, de vannak benne nagy falatok, hiszen 100 éves a Magyar Nemzeti Bank pénztörténeti kiállításunk is lesz, ez már belenyúlik a múzeumok éjszakájába, fantasztikus programokkal, és egy hatalmas nagy falat a Kálai Világtalálkozó augusztus 23-24. Ide már 154 kállai regisztrált, ami Nyíregyházán szombaton, vasárnap pedig Kálusemjénben fog zajlani, de a világ minden pontjáról, Kanadától, Amerikáig, Németországtól, Svájcig, Franciaországtól, Magyarországig jönnek, Horvátországból is. 89 évesen. Hatalmas falat lesz. Igen, ebben nagy segítséget kaptunk Kálai Helintől, Kálai Kristóftól, mert van egy szervezőbizottság, melyben jó magam is benne van, muszáj, mert ez másképpen nem megy, illetve a város támogatását is élvezzük ez a rendezvényhez. De fantasztikus, mert Horvátágról nagyon keveset lehetett tudni, és legutoljára nem is olyan régen Kálai Kornél 89 évesen regisztrált, illetve jelölt be a Facebookon, úgyhogy meg is lepődtem. De nagy reményekkel várjuk, mert ugye 2000-ben volt egy világtalálkozó, hát szeretnénk ezt nagyon sikeresen, elegánsan és méltóan megünnepelni, illetve megtartani. Gondolom, hogy itt a kísérő programokban azért mindent meg lehet csillantani, amit mondjuk ez a város tud, tehát gasztronómiában, zenében, képzőművészetben, vagy nem is tudom, hogy hogyan készült. Igen, szeretnénk a Kálai gyűjteményt megismertetni, közel 30 gyerek érkezik a családokkal, neki külön programos ústúj múzeumfaluban, az állatparkban, a Kálai gyűjtemény megtekintése, a város megtekintése, a város történeti kiállításunk, a Kálai gyűjtemény állandó kiállításával egyetemben, úgyhogy szervezünk rá, konferencia lesz, ami egy kiemelt programja a rendezvénynek, úgyhogy igyekszünk méltóan megünnepelni ezt a világtalálkozót. És mennyire lesz ez egy zárt történet, tehát mondjuk a városban élők, vagy az érdeklődők, vagy mennyire tudnak ebbe be csatlakozni? Megmondom őszintén, ezen azért nem gondolkoztunk, mert nem gondoltuk, hogy ilyen szép számmal fognak jelentkezni. Uh-huh. Tehát már ott tartunk, hogy már a szállodai foglalások mennek. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy létszám. Én is meglepődtem, amikor hallottam Kálai Helintől, hogy mennyien regisztráltak, illetve jelentkeztek. Úgyhogy a konferenciát valószínű, hogy megnyitjuk a nagy közönség előtt, de a további programok az inkább a családi találkozó keretein belül fognak zajlani. Hát azt gondolom, hogy valahogy talán a világ is e felé megy, hogy a gyökereket egyre többen kezdik értékelni, és el tudom képzelni, hogy
hogy valaki, aki a világ másik oldalán van, ez egy olyan hívás a szülőföld és az ősök szellemiségétől, hogy annak nem lehet nemet mondani, tehát aki képes, az repülőre ül és eljön ide Nyíregyházára. Ezért is mondtuk, és lebeszéltük, és még egyre többen jelentkeznek, tehát szerintem ez a létszám fel fog duzzadni egy olyan 170-180 főre, hogy bízunk benne, hogy tényleg egy sikeres programunk lesz, és a további rendezvényeink is inkább a családbarátok programok felé fog hajlani, mert nagyon szeretnénk, mint mondtam, ezt a látogató létszámot tűberelni, tehát minél több vendéget és múzeumbarátot a Kállai Gyűjtemény berkein belül tudni. Attila, a Geszterédi Aranyszabja rekonstrukciójáról egy kicsit mesélj, és hogy egyáltalán mitől annyira különleges és jelentős az, hogy most itt Nyíregyházán is láthatjuk ezt a kiállítást. Igen, tehát maga az eredeti szabja, pontosabban az ahhoz tartozó sír, az még 1927-ben került elő, ezt talán elég sokan tudják, amit a szószoros értelmében egy disznókonda túrt ki a földből. Ennek ugye megvan az a hátránya, hogy nem szakember tárta fel ezt a sírt, amely ma korszak egyik leggazdagabb temetkezése lehetett, hogy egy része az ugye megsemmisült, ugye a kitóduló falusiak, helyiek, azok egy részét azt mondjuk úgy, hogy zserebe vágták. Hát igen, nem szakszerűen gyűjtötték be, fogalmazhatunk így is. Na most ez nyilván nem segíti elő, hogy ennek magának a sírnak is, különösen el az aranyveretekkel díszített szabjának a hiteles rekonstrukciója elkészüljön, hiszen azért az aranyszabja, tehát nem maga a szabja készült aranyból, hanem annak a szerelékei, tehát a hüvelyborító lemezek, a markolatot borító lemezek, stb. Tehát ezek valóban aranyból készültek, a szabja természetesen nyilván vasból készült, mint minden normális fegyver. Ennek a ilyen aranyveretekkel díszített szabjákat, kettőt-hármat ismerünk az egész Kárpát-medencéből, például az egyik ugye Rakamazon került elő, azt egyébként a változatosság kedvére a dózerek túrták elő, tehát hogy ezek a nagyon gazdag honfogláskori sírok valahogy soha nem szakember által kerülnek elő. De lényeg az, hogy... De legalább előkerülnek talán. Igen, ugye? De jobban én találnám meg, vagy más kolléga, de hát ez sajnos nem így működik. De lényeg az, hogy a Schmidt-Meyer nevű... Strohmeier Ádám nevű cizellőr ötvös a Geszterédi Aranyszabja Társaság megbízásából, a vezetője Rácz János, aki egy lelkes lokálpatrióta, készítette el alaposan tanulmányozott maradványokat, illetőleg a korabeli hasonló szabjákat, készítette el a hitelesnek tekinthető rekonstrukcióját. Ugye az érdekességét az adja, hogy valóban aranyszerelékek vannak, és ahol ezüst van, az valóban ezüst, tehát hogyha csak az anyagi értékét nézzük pusztán az eszmei értékén kívül, akkor is egy igen jelentős értékkel bíró tájról beszéltünk, amelyik gyakorlatilag ugye a nem Geszterédi Aranyszabja Társasága a József András Múzeumnak adományozta, mint egy letétként, így gyakorlatilag a múzeum tulajdonát mutatjuk be a Nemzeti Múzeum után itt helyben is. De azt azért hozzá kell tenni, hogy a kiállítás címe Geszterédtől Rakamazig, az nem csak az aranyszabját jelenti, hanem az elmúlt két évben az eredeti tarsai lemezek, amelyek előkerültek a Kárpát-medence területén, azok a Nemzeti Múzeumban, Szentendrén és egyéb helyeken is bemutatásra kerültek, és természetesen a mi múzeumunk is odaadta erre a kiállításra az eredeti itt előkerült tarsai lemezeket, melyekből hiteles másolatokat készítettek a Nemzeti Múzeum szakemberei, és gyakorlatilag ez a 8 darab az egykori vármegyénk területén lévő lelőhelyekről előkerült tárgyak is bemutatásra kerülnek ennek a kiállításnak a keretében, hiszen a Rakamaz az egyik talán legszebb a 28 darab közül, és az ugye nyilván szintén szerepel a kiállításon. Tulajdonképpen a kiállítás eszmei, illetve maga a tárgyi értéke közel 50 millió forint, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon szép és különleges és értékes, a szó sok értelmében értékes kiállításról van szó. Attila, mettől meddig látogatható? Tehát január 22-én a Magyar Kultúra napján nyílik, és február 28-áig tekinthető meg a nagy közönség számára. Köszönjük szépen, sajnos az időnk elfogyott, de szépen. Azt gondolom, hogy olyan gazdag a Kállai Gyűjtemény kínálata, hogy ebben az évben még fogunk sokszor találkozni. Köszönjük, hogy itt voltatok. És köszönjük szépen. Kedves nézőink, ha nem csak a Kállai Gyűjtemény érdekli önöket, hanem más rendezvényekre is szívesen elmennének, akkor most érdemes figyelni, programajánló következik. 15. alkalommal szervez megyei textilművészeti programsorozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A soron következő program a Nemezes szakákban 2024. január 13-án szombaton 9 óra 30 perckor kezdődik. A rendezvény témája a nemes tárgyakon lévő motivumok és jelképek jelentése. A szakmai előadást, bemutatót és a gyakorlatot Vetró Mihály nemeszkészítő és Szakadi Kincső nemeszkészítő szakoktató tartja.
Esküvői kiállítás várja a házasulandókat január 13-án és 14-én Nyíregyházán a Korzó Bevásárlóközpont 3. emeletén. A megnyitó után a nagy nap nélkülözhetetlen szolgáltatói mutatkoznak be, de lesznek előadások és esküvői divat bemutató is, a kvízt kitöltők pedig értékes ajándékokat nyerhetnek. Pörc és pecsenye, ez egy disznótor, legalábbis Géberjénben. A január 20-ai ingyenes rendezvényen Lázár séf fogja zsűrizni az elkészült ételeket, a pecsenyét, a kolbászt és más disznóságokat. Lesz farsangi felvonulás, a talpalávalót pedig a tambura banda és a csangáló zenekar húzza. Egész nap tart a zenei tehetségkutató január 20-án a Klub Hollywoodban. Délelőtt 10 órától több mint 10 zenekar adja elő saját zenéit, amelyeket 4 fős zsűri pontoz majd. A megmérettetésre az egész országból érkeznek, a legkülönbözőbb zenei stílusokban. Január 22-től február 22-ig látható a Váci Mihály Kulturális Központban a Színtársaság című kiállítás. Csendéletek, tájképek és színben gazdag festmények várják az érdeklődőket, Bobula Zsuzsa, Porkoláb Éva és Lukács Edit jóvoltából. Január 23-án az Alvégesi Művelődési Házban Fotografomantika címmel nyílik meg Szemán Ferenc legújabb kiállítása. A fotóművész legutóbb fekete-fehér alkotásaival mutatkozott be Nyíregyházán, most azonban a színkavalkádé lesz a főszerep. 10. alkalommal vehetünk részt hagyományőrző farsangon, Panyolán, február 3-án. Idén is lesz szatmári állatalakoskodó felvonulás, finom helyi ételek és lélekmelegítő italok. A jó hangulat pedig ezúttal is garantált. Jubileumot ünnepel a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, ugyanis 10 éves az olvasókör, vendégünk Bihariné Jolika. Szia, jó estét kívánok! Szia! Jó estét kívánok! Hát nagy ünnep ez szerintem, amikor ugye 2014. január 17-én megalakítottátok a Magyar Kultúra Napja alkalmából, akkor én azért azt gondolom, hogy te annyira lelkes vagy, hogy tudtad, hogy ez nem egy-két éves történet lesz, hanem szívednek a csücske, mint egy anya a gyermekét úgy fogod ápolgatni. Milyen volt a kezdet, vagy milyen volt, hogyan tudtad megszólítani akkor azokat, akik később csatlakoztak? Hát, tulajdonképpen ez egy valós igényre épült, ennek az olvasókörnek a létrehozása. Beszélgetve az egyesületünk tagtársaival, észrevettem, hogy van olyan igény bennük, hogy szeretnék az olvasmány élményeiket megbeszélni, vagy amit olvastak, azokat átadni másoknak, és akkor kipattant a fejemből az, hogy ennek egy fórumot kellene teremteni, egy közösséget létrehozni, egy olvasó közösséget, és ezt meg is valósítottam. Eleinte 15-18-an voltunk, aztán most már majdnem minden alkalommal 50-60 fő van jelen a találkozóinkon, már feszegetve az olvasóköri határokat. Igen, hiszen hogyha ott mind az 50-60 olvasónak van véleménye, vagy akár azt is el tudom képzelni, hogy meg is oszlanak ezek a vélemények, és olykor ütköztetve vannak, ugye, akkor bizony ott azért koordinálni, illetve moderálni kell a tagokat. Hát az elmúlt 10 évben gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat olvastatok egyrészt, és nem tudom, hogy közben változott-e egyáltalán a cél, vagy a koncepció, vagy... Koncepció ugyanaz maradt, tehát nem csak a klasszikus olvasmány élmény feldolgozás folyik egy-egy ilyen találkozón, akár biblioterápiás módszerrel, vagy akár hagyományos módszerrel, hanem könyvbemutatókat, íróvosó találkozókat, irodalmi esteket is tartunk, valamint kimegyünk a szabadba, és irodalmi sétákat, vagy például most legutóbb a Petőfi évforduló kapcsán a Petőfi szoborhoz mentünk, és ott felolvastunk Petőfi verseket, melyen örömünkre nagyon sok fiatal is részt vett. Egy kicsit olyan ez, mintha mindvégig életben is tartanátok mondjuk azokat az írókat, költőket, akik már ugye nem kortársak, nincsenek közöttünk, de egy kicsit ezekkel a túrákkal, vagy sétákkal olyan, mintha... Igen, a séták kapcsán is, meg a könyvtárban tartott találkozóinkon is mindig visszaemlékezünk szeretettel és nagy-nagy lélekkel azokra a helyi írókra, költőkre, akik értékeset alkottak,
tehát itt gondolok ugye Váci Mihályra, aztán Móricz Zsigmondra, Kölcsei Ferencre, Krúdi Gyulára, Képes Gézára, Ratko Józsefre, és folytathatnám a sort, de nem csak a helyi írók, költőkre emlékezünk, hanem az országos jelentőségi írók, költőket is re is emlékezünk, akár Sütő Andrásra, akár Nemes Nagy Ágnesre, ami hirtelen így eszembe jut, de sorolhatnám, mert nagyon, nagyon sok ilyen megemlékezésünk is volt már a 10 év alatt. Azt gondolom, hogy egyébként ez akkora nagy felelősség, mert ugye sokan lehet, hogy egy-egy klasszikus íróköltőnek a versére, regényére is rácsodálkoznak, és az is egy nagy feladat megmutatni ezeket a klasszikus alkotásokat. Tehát ugye, ha az ember ma bemegy egy könyvesboltba, akkor azzal szembesül, hogy olyan mennyiségű könyv van a piacon, magyar írók, vagy álnéven író magyarok is vannak ugye a kínálatban, és hát nagyon sok külföldi író, és nagyon nehéz eldönteni, hogy akár ajándékba, akár magunknak mit vásároljunk. Tehát gondolom, hogy neked az is egy feladatod, hogy a most megjelent könyvekből egy kicsit szelektálj, ezt hogy tudod megoldani? Hát ez nagyon sokat kell olvasni, gondolom. Sokat kell olvasni hozzá, igen, meg nagyon nyitott szemmel kell járni. És akár a könyvtárban, akár a könyvesboltban is én böngészek a könyvek között, és egyéb más forrásokból is. Most éppen itt van ez a könyvsétáltató a kezemben, amit feldolgoztunk biblioterápiás módszerre, és nagyon nagy sikere volt. Szinte alig ismerte valaki, de ezt oly módon ismertettem a tagokkal, hogy egyrészt a tartalmát, másrészt pedig felolvasást tartottam belőle, illetve tartottak belőle a tagtársak, és utána megbeszéltük. Uh-huh. És ez a könyvnek a csodálatos, éltető, megtartó erejéről szól, és az a gondolatiság, ami ebben benne van, és amit tovább tudtak vinni a tagtársaink, az igazán kifejezi a mi olvasókörünknek is a filozófiáját, mert hogyha egy könyvet elkezdünk olvasni, akkor a mi szívünk dobogását átveszi a könyv, és így összekapcsolódunk. Egy másik kérdés merült fel bennem, hogy nagyon gurménak kell lenni, amikor mondjuk választasz, vagy kell az a szabadság, hogy mindenféle műfajba belekóstolni, legyen az egy, bocsánat, egy krimi, vagy egy horror, vagy egy romantikus, nagyon persze, könnyed olvasmány. Mivel a társaság, tehát akik az olvasókörbe járnak, elég heterogén összetételűek, ezért minden műfajból válogatunk, akár a sci-fiből például. Volt egy alkalommal, amikor egy tematikus délutánon a sci-firől beszélgettünk, volt, amikor például a kicsit méltatlanul elfeledett Szóbel Minkáról, az ő különleges hangulatú verseiről beszélgettünk, titkot rejtő templomokról tartott előadást, például Sipos László, mert itt ismeretterjesztő előadásokat is tartunk, illetve ezen is részt vesznek a tagtársak, vagy például a hagyományőrzéssel kapcsolatban a farsangi hagyományőrzésről dr. Bodnár Zsuzsanna tartott már előadást, és mindenképpen összekötjük az irodalommal is, és valamilyen zenével. Mihez mi kapcsolódik, vagy kiállítással. Most például nem sokára lesz majd egy olyan farsangi programunk, ahol farsangi dalokat fogunk énekelni, illetve történeteket, tehát a magyar és a klasszikus külföldi irodalom legjavából válogatunk. Tulajdonképpen olvasókör, de azt gondolom, hogy egy összművészeti találkozó, igen, amikor igen, ti együtt vagytok. Hát boldog születésnapot kívánunk, köszönjük, és sok-sok sok könyvet, és nagyon sok lelkes tagot, és nagyon jó egészséget hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Idén nem csak az olvasókör ünnepel kerek évfordulót, hanem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is. Az 50. évforduló alkalmából nem közönségszavazás, hanem a szakemberek döntése alapján a Kerecseny sólyom lett az madara, amit pedig érdemes róla tudni, azt Orbán Zoltán mondja el. A Kerecseny sólyomat urul madár, a mai tudásunk szerint. Ugye több mint 10 éve a lakosság szavazással választhatja meg az év madarát. Talán ez a harmadik alkalom, hogy ez kivételt képezett. Ugye most idén január 6-án lesz 50 éves a Madártani Egyesület, és akkor az a Madártani Egyesület vezetése úgy döntött,
hogy akkor egy olyan fajt válasszon meg a szakmai stáb, ami az MMA elmúlt 50 éves tevékenységének egyik nagy gyémántja, mondjuk, hogy így mondja, az egyik legnagyobb sikere, hogy ez a kerecsensólyom, valóban az Európai Uniós állomány több mint kétharmada Magyarországon fészkel. 1980-as évekre a magyarországi kerecsen állomány hát olyan maximum 10 ismert párra csökkent. Napjainkban ez a szám olyan 180-200 körül alakul. Ebből ugye minden évben a kollégák, a Dátaegyesület munkatársai, Nemzeti Parki Őrszolgálat tagjai olyan 150 fészket meg is találnak, illetve költőpárt, és akkor ebből a számból lehet úgy következtetni, hogy hát nyilván mindegyiket nem lehet megtalálni, hogy egy olyan 180-200 páros állomány fészkel Magyarországon. Ez egy specialista. Ugyanúgy mondjuk, mint a panda. A pandának az a specialitása, hogy csak bambuszt teszik, a kerecsennek az a specialitása, hogy ha lehetősége nyílik rá, akkor alapvetően ürgét vadászik, ürgét zsákmányol, tehát nem a klasszikus sólyom viselkedést mutatja, hogy a levegőben repülő madarakat fog el. Ugye a 80-as évekre Magyarországon összeomlott az ürgeállomány, majdnem teljesen kipusztult az országból, a kerecsen klasszikus élőhelyein, táplálkozó területein viszont teljes egészében eltűnt. Ezért a kerecsenek felhúzódtak az északi középhegység sziklafalaira, ami nagyon kedvezőtlen volt számukra, hiszen ez nem egy madárvadász madár. Ki kellett járni nagy távolságokra, hegylábi gyepekre, ahol egyébként meg nem talált ürge táplálékot, tehát kényszerűségből madárra vadászott. Ugye a sólyomok közé tartozik, ezek nem építenek fészket, itt az is problémát jelentett, hogy hol talál más madaraknak a fészkeit, amiben biztonsággal be tud költözni. Ugye a sziklákon az volt a probléma, hogy itt elérhetővé vált a tojáskereskedelem, illetve a fiókarablásban érintettek számára, itt elsősorban külföldiekre kell gondolni, ezért a madártanegyesen a 80-as években nagyon hatékonyan működtette a kerecsen sólyom fészekőrzést. Én magam is kétszer részt vehettem ezen a bükkben, ott saját testünkkel védtük, hogy így mondjam, a sólyomokat. A sólyom szikla felett tetején az erdő sűrűjében sátrasztunk, és akkor ott törködtünk, illetve a fészekre távolabbról ránézve is figyeltük a madarakat, és biztosítottuk, hogy azt ne lehessen a fészkeket kirabolni. És akkor emellett elindult egy műfészek kihelyezési akció is. Ez napjainkra már úgy néz ki, hogy a magyarországi fészkelőány jóval több mint kétharmada a nagy feszültségű távvezeték hálózat fém traverzeire kihelyezett alumínium költőládákban fészkel. Ugye itt biztonságban vannak az emberi zavarástól, a nyestek fészek predációjától, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy az állomány az gyakorlatilag nem csak hogy stabil, hanem emelkedést is mutat. Kedves nézőink, most következik a híradó, aztán folytatjuk a Weekend második részével, érkezik majd Roma Ádám és Szabó Veronika is, valamint a Móricz Zsigmond Színház legújabb olvasó próbájába is bepillantunk, maradjanak velünk. A Weekend második részében még nosztalgiázunk egy kicsit. Mozgalmas évet tudhat maga mögött a sóstói múzeumfalu, hogy mi minden történt a nyíregyházi skanzenben, arról Balogné Szűcs Zsuzsát kérdeztük. Juhászik bajtás, imdel a tudat, lennél a szép nyájnál egyedül hagytatok. Juhásság, pásztorság, mennyei gazdagság, ó, de szép gazdagság. Betlehemezés a sóstói múzeum faluban. Ez volt az első karácsonyi rendezvény a skanzenban. A tervek szerint lesz folytatás, így ezzel az állandó programmal bővülhet a Múzeumfalu rendezvény kínálata. Látogatókban 2023-ban sem volt hiány, a 100 000-es nézőszámot is túllépte az intézmény. Múzeumfalunk 8 saját rendezvénye van, ami főleg ugye jeles naphoz kapcsolódik. Megvalósítottuk a tájházak napjához kapcsolódó workshopunkat is, részt vettünk a kulturális örökség napjaiban is, és a múzeumok őszi fesztiváljához is csatlakoztunk több elemmel. Mindemellett 29 külsős rendezvénynek adtunk otthont, amiben tevékenyen is részt vettünk, tehát kértek célirányos néprajzi tartalmú programelemeket is, ezért külön hálás
csak vagyunk örülünk, hogy úgy mutathatjuk meg a falut, hogy vannak benne olyan tartalmak, amiket valóban mi küldetésszerűen képviselünk. 640 múzeumpedagógiai foglalkozást valósítottunk meg, több mint 14 ezer diák volt a vendégünk, óvodáskortól a felsőoktatási korosztályig, és hát természetesen a iskolai közösségi szolgálatnak is közkedvelt helyszíne voltunk. A rendezvények sikerén túl további szakmai eredményekben is bővelkedett a Sóstói Múzeum falu. Óriási lépéseket tettünk szakmai téren, én talán erre vagyok a legbüszkébb. Fontos az, hogy 100 000 látogatónk meglegyen, ezt már túl is léptük, és nagyon örültünk neki. De a legfontosabb számunkra talán az, hogy olyan kapcsolatok épültek idén is, amiből táplálkozhatunk. Együttműködünk olyan egyesületekkel, közösségekkel, akik eljönnek hozzánk, fontos számunkra az, hogy programokat hozzunk létre, de számunkra pedig az a legfontosabb, hogy a felsőoktatási intézmények közül többen választanak bennünket kihelyezett óra helyszínének. Fontos volt már az egyetemekkel a korábban is a kapcsolat, hiszen több hallgató is érkezett, néprajz hallgató, aki a múzeumi gyakorlatát nálunk töltötte, viszont az, hogy kihelyezett órában segítkezhettünk, és bemutathattuk akár a raktári rend, akár a muzeológia alapvető fortéjait, vagy a skanzenológiába is egy kicsit elvarázsoltuk őket, ez egy új lépés volt számunkra is, hiszen a néprajz hallgatókat talán így lehet igazán megnyerni ennek a hivatásnak, hogy muzeológusokká váljanak. De itt volt a Nyíregyházi Egyetem történelem szakos hallgatói közül is jó pár, és köszönhetjük az óvodapedagógus és tanító hallgatókat is, akiknek szintén népmesére alapozott bemutatót tartottunk. Fontos volt az, hogy fejlődjünk, rengeteget pályázunk. A pályázatok jó részét mi valósítjuk meg. Nemzeti tehetségpályázatot valósítottunk meg Nyírvasvári Általános Iskolával közösen. Szakkorszerűen mutattuk be azt, hogy hogyan kell múzeumot alapítani, gyűjteményt kialakítani, és átadtuk júliusban egy kis helytörténeti látványtárat. Emellett a Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztunk több ízben is, nyertünk idén például egy nagy aja kiviselet együttesre lehetőséget, hogy ezt megvásároljuk a gyűjteményünk számára, és egy patika bútor felújítást követően egy patika kiállítást is létre tudunk hozni. Az állandó kiállítások között, ami szintén pályázatból valósulhatott meg, az a kender feldolgozást bemutató, nem kerültem én bele a szőzbe kiállítást. A kutatásokról, ha beszélünk, akkor nekünk nagyon-nagyon fontos az, hogy terepre mehettünk, így mehettünk el a szatmári falvakba. Kiemelem ezek közül is Válajközséget, ahol tudatos gyűjtésbe kezdtünk el, adatközlőket is találhattunk, és célirányosan a szatmári svábkutatást vettük górcső alá. Úgy gondolom, hogy nagy lépéseket tettünk ez irányba is, és hát bizony megszületett az a vágyálom is, hogy ezt bemutassuk egy portál segítségével. Megterveződött, elkészült az engedélyes terve a Vállai portálnak, és pályázunk arra, hogy ez meg is valósuljon, és életre tudjuk hívni ezt a Vállai portát. Természetesen sok álmunk van még, közösen Nyíregyháza önkormányzatával, hiszen egy dohánypajtás kiállításra vonatkozó terv is elbírálás alatt van, és hát természetesen ami esik és jön pályázat, arra mindre a múzeum falu rástartol, hiszen szükség van arra, hogy tovább fejlődjünk ezáltal is. Ahogy elindult az új év, Róma Ádám már is életre hívta következő kihívását, ezúttal is fekvő támaszokat kell csinálni, de a részleteket már ő maga mondja el. Szia Ádám, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Boldog új évet! Hát, mint pedagógus, úgy gondolom, hogy nagyon kipihent vagy, nagyon rápihentél most a 2024-es évre, ugye extra hosszú téli szünet volt. A gyerekek is hasonlóan pihentek? Hogy látod most az első napokat? Köszönöm szépen, boldog újat! Igen, azt látom. Ezért is indult most ez a kihívás. Mindenki testileg, lelkileg feltöltődött, és most megint elindítjuk ezt a kihívást. Korábban is voltak, akkor volt 100 000, 500 000, 1 millió, és most 2 millió a cél. Azon, hogy mindig egy kicsit kell feszegedni a határunkat, mindig nagyobb álmokat kell kitűzni, úgyhogy most húsvétig ez lesz a cél, hogy ennyi fekvőtámaszt teljesítsünk. Ez nagyon jó, hogy ez pont így ugye január elejére datálódik maga a kihívás, mert ilyenkor azért mindenki beleugrik valamilyen életmódreformba, megfogadunk dolgokat, tehát
gyakorlatilag a kezdeti lendületben szólítod meg az embereket. Milyen módon lehet egyáltalán őket motiválni? Tehát hogy lehet eljutni a fiatalokhoz? Nyilván azokhoz könnyű, akik ott vannak az óráidon és ismernek, de mi van a többiekkel? Sokat szoktam ezeken gondolkodni. Nagyon fontos, hogy mondjuk jelen esetben én lelkes legyek, mert és illetve olyan embereket szólítsak meg, akiket valamennyire ismerek, és tudom, hogy például ebben a kihívásban is nagyon aktívan részt fognak venni. És minél több ember megszólt az ember, annál inkább azért tudom, hogy csatlakoznak hozzánk. Nagyon sok olyan pedagógus ismerősöm van, akik tényleg szívvel, lélekkel végzik a munkájukat, és ők is megszólítják a diákjaikat. És ugye ez egy folyamat, mert először mondjuk 3 iskola, utána 10 iskola, és így tovább csatlakozik a kihívásunkhoz. Ott is a gyerekek lelkesek, például az egyik ismerősöm mondta, hogy visszajöttek a szünetről, és na, lesz már valami kihívás. Szóval, hogy tényleg ez ott van a fejekben, meg a szívekben, és ez nagyon-nagyon jó érzés. És hál' Istennek azért tényleg meg lehet szólítani az embereket, és az, hogy ilyen lelkesek, az engem is csak tovább lelkesít, és ez nagyon fontos, hogy flow állapotban nagyon sokszor kerüljünk életünk során. Elég ez a mentális plusz, vagy azért kell néha valami gyakorlati ajándék is, mondjuk egy ötös tesiből, vagy bármiféle olyan motiváció, vagy mondjuk egy dolgozatnak a be nem írása, vagy nem tudom, kap-e a pedagógus esetleg szabad kezet ezekben az eszközökben? Jó a kérdés, én nem vagyok testnevelés szakos, úgyhogy ilyen szempontból nem tudok ötöst osztani. Azért tudom, hogy tehát pedagógusok ezért szoktak, és azt gondolom, hogy jogos is, hiszen a gyerekek nagyon megdolgoznak ezekért a jegyekért. Mint nagyon sok minden az életben, hogyha ugye adunk, akkor legtöbbször ezt vissza is kapjuk. Azt gondolom, a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös az, hogy én is kapok, akkor ezt a hétköznapokban tudjam megjeleníteni. Én is igyekszem így hozzáállni a diákjaimhoz, hogy mindenki úgy érezze, hogy amit tesz, az érték, és ez fontos, és jó érzések töltik el. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki erre igen figyel. Azért arról is beszélünk egy picit, hogy azért ennek van egy ilyen jótékonysági alapja általában ezeknek a kihívásoknak, tehát valamiért vagy valakiért dolgoztok, googoltok, fekvőtámaszt csináltok, kerékpároztok, aki esetleg nem ismeri ezt a történetet, hogy röviden dióhéjban meséld el. Igen, többször volt már ilyen. Volt, hogy tehát olyan diákért dolgoztunk, akinek van sajnos valamilyen testi sérülése, esetleg valamilyen szellemi sérülés. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha másokért is dolgozunk az élet különböző területein, az motiváltábbá is tesz, illetve azt gondolom, hogy érzékenyebbek is leszünk, és ez nagyon fontos, mert ha a világba körülnézünk, akkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy lehet, hogy a pillanatnyi helyzetben mi azt érezzük, hogy sok problémánk van, de másnak még több, és hogyha megpróbálunk ezen együtt felemelkedni, és egymásnak erőt adni, akkor azt gondolom, hogy az mindenki számára tehát gyümölcsöző lehet. Ugye van az a példa is, hogy nekem mennyi problémám van, és kimegyek a lelkek piacára, és kiteszem a problémát, és látom, hogy a másiknak, a harmadiknak, a negyediknek még több, és azt gondolom ilyenkor, hogy hú, hát akkor az én életem az nem is biztos, hogy annyira nehéz. Könnyítsük meg egymás életét, azt gondolom, ez mindig a legfontosabb üzenet, mi is ezért is dolgozunk ebben a kihívásban. Hogyan tud csatlakozni mondjuk egy olyan szintén lelkesíthető tévénéző, akinek esetleg a gyerekei mondjuk nem a te iskoládba járnak, milyen felületen és hogyan, milyen módon tudnak részt venni benne? Van a Roma Ádám nevezeti oldalam, hogyha ott valaki felveszi velem a kapcsolatot, hozzáteszem őket a csoporthoz. Ha már lelkesedés, nagyon sokszor már nem is én veszem fel a csoportokat, hanem egymást. És itt is mindig igyekszem megköszönni és hálás lenni nekik, mert ez is jó, hogy ők is ugyanúgy maguknak érezzék ezt az egész kihívást, és ez nagyon fontos is, hogy ez egy nagy csapatmunka. És ugye sokszor szokták mondani, hogy jó, hát azért nem mindegy, hogy csináljuk a fekvőtámaszt, mert hogy ez szabályosan kell, mennyire kell ezt mondjuk itt véresen komolyan venni, elfogadtok-e nem annyira tökéletesen kivitelezett fekvőtámaszt, vagy csak a tökéletes a jó? Azt gondolom, semmi sem tökéletes az életben, nagyon fontos, hogy koncentráljunk, hogy minél szabályosabb legyen. Ez tényleg nagyon fontos, de azért azt gondolom, az a legfontosabb, hogy dolgozunk együtt, hogy akarunk csatlakozni, tenni a saját magunk egészségéért, és minél jobban ezt kivitelezni.
Hát törekedjünk, de időnként azért persze becsúszik az, hogy nem lesz tökéletes, de azért ezen az úton vagyunk. Nem, annyit mondja, hogy hányan vagytok jelen pillanatban ebben a csoportban, illetve hogy álltok, hány fekvőtámaszt sikerült így az, tulajdonképpen még csak pár nap alatt összehozni? Negyedik napnál járunk, több mint 40 ezer fekvőtámaszt gyűlt össze, a csoportunkban 130 fő van, de ugye azért nehéz talán ezt a számot megmondani, mert hogy van egy csoporttag, és ő több emberért is felelős, mondjuk egy adott pedagógus lehet, hogy mondjuk 100 vagy 200 diákkal is együtt dolgozik, és ott a pedagógus veszembe, és ő az, aki továbbítja ezeket az adatokat, úgyhogy azért hál' Istennek nagyon sokan. Na hát hajrá, reméljük, hogy a mai műsor után még többen lesztek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm sok a lehetőséget. Sikert. Köszönjük. Kedves nézők, ahogy minden évben a stábból most is becsatlakozik valaki a kihívásba, legalább egy fekvő támasszal. Amíg eldöntjük, hogy ki legyen az, addig elvisszük Önöket a Móricz Zsigmond Színházba, ahol a Szépség és a Szörnyeteg olvasó próbái kezdődtek el. Elnyeri-e jutalmát a jóság és az önzetlenség? Érdemes-e a külcsín mögött keresgélve megtalálni a belső értékeket? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Móricz Zsigmond Színház legújabb előadása. A Szépség és a Szörnyeteg című mese első olvasópróbáján a rendező Halasi Dániel beszélt a történetben rejlő örökérvényű bölcsességekről és a darabbal kapcsolatos elképzeléseiről. Egy népmese talán az alapja, viszont az eredeti történet valamikor a 18. században látott napvilágot, és hogy kevesen tudják, hogy egy francia szerzőnő tollából ered ez az átirat. Mi a különbség a világhírűvé vált, ugye animációs film, illetve ennek az eredeti történetnek a mondani valója között? Van-e egyáltalán különbség a két történet között, és hogy találtál rá? Alapvetően nincs, ugye ez nem a Disney-féle verzió, tehát itt például ez a Gaston szerelmi történet, ez egyáltalán nincsen benne az eredetibe, itt sokkal inkább a családi kapcsolat, a családban lévő problémák, illetve főként egyébként társadalmi és anyagi helyzetek miatt történt problémák az alapvető kiinduló pont, és talán egyébként ebben a korban, amikor ez a, mondjuk úgy, hogy ez a népmese papírra került, és lett egy lenyomata, akkor leginkább erről az előre elrendeltetett házasságkötésekről szólt, vagy ezt szerette volna példázni, amihez azt gondolom, hogy remélem, hogy manapság már nem annyi közünk van, de közben meg maga a mesének az alaptörténete, hogy nem a külcsín, hanem a belbecs az, ami fontos, az viszont örökérvényű még ma is. És mivel, hogy ez egy mese, éppen ezért nálunk mindenképpen hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a történet egy mesélő által folyamatosan életben tartott mese tudjon maradni. És hogyan álmodtátok az alkotótársakkal színpadra ezt a darabot, így egyáltalán milyen korosztálynak szól, és ezek a tanulságok hogyan jelennek meg? Az alkotótársaim Szabó Attila dramaturgot kértem föl, akivel sokszor dolgozom bábszínházi munkáim során, illetve a tavalyi évadban végzett az első és egyetlen osztályunk a Pesti Magyar Színi Akadémián, tehát közösen ilyen tanártársak voltunk, úgyhogy nagyon jól dolgozunk együtt. Neki volt egyébként az alapgondolata, hogy ezzel a dologgal kéne foglalkozni, és ahogy már említettem, egyébként mi ezt a mesélő figurát, aki inas és mindenféle varázslatok megtestesítője az, aki ezt a történetet szeretné életben tartani, és szeretné minden generációnak újra és újra elmeséltetni. Ettől válik számunkra, és remélhetőleg a közönség számára is aktuálissá, vagy aktuálisnak. A további alkotótársaim Csernák Samu a zeneszerző, Mihacs Gábor pedig a díszlet jelmez. Ezekben a tételekben alapvetően egészen minimálban gondolkoztunk, éppen azért, hogy maga ez a történet és az elmesélése válhasson hangsúlyossá, de természetesen azért van benne egy erőteljes rokokó felhang, hogy kicsit érezzük ennek a távolságát is, és ez a feladatunk, hogy tudjuk aztán, egyébként egy nagy keret a díszletünk, hogy ebből a keretből hogy tudjuk életre hívni ezt a történetet újra és újra.
három leányzó és az apa, valamint a szörnyeteg és egy inas, aki a mesélő szereplője, tehát ennyi igazából a szereplő gárda. A kivitelezésében pedig valóban, ahogy említettem, eléggé minimalista a történet, ami erőteljes szimbólum az a rózsa nálunk, arra van egy erőteljes képi világunk, és igazából az dominál, főleg az egész előadás alatt, és szeretném minél inkább a színészi, és ezen belül is leginkább a herceg és Bell történetére, és a színészek játékára helyezni a hangsúlyt. Tudod, mindez régen, máshol mással történt. Mennyire zenés darab ez, ugye említetted, hogy zeneszerző kollégával is dolgoztok? Van benne, tehát hogy nem az eredeti, vagy hát mit nevezünk eredetinek, a Disney-féle musical verzió, de mindenképpen elég sok zene készült, a dalszövegeket szintén Szabó Attila írta. Nem először dolgozol itt Nyíregyházán, hanyadik alkalommal dolgozol a társulattal, és milyen a közös munka? Alíz, Óz, Tündér Lala, Hamupipőke, Kripli, és akkor ez a hatodik, igen. Ez vagy a hatodik produkció, amit Nyíregyházán, és de mindig nagyon-nagyon jó visszajönni. Én alapvetően itt csináltam a diplomamunkámat, itt csináltam az első nagyszínpadi rendezésemet, tehát nagyon-nagyon sok szálon fűződöm a városhoz és a színházhoz, és ezáltal a társulathoz is, akikkel meg mindig nagyon-nagyon-nagyon élvezetes dolgozni, úgyhogy ezt a próbafolyamatot különösen is kifejezetten vártam, várom, és örülök, hogy bele is kezdünk így az új évben. A Szépség és a Szörnyetek bemutatóját február 9-én tartják a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Bell szerepében Kis Eszter Júliát, szörnyetekként pedig Gulácsi Tamást láthatja majd a közönség. Nem csak az év madarát választották már meg 2024-re, hanem az év színét is, ez pedig a barack pihe, ami segít, hogy újra felfedezzük az életünkben a csendet, az örömöt, a meghitt emberi kapcsolódásokat. Vendégünk állandó dekoratőrünk Szabó Veronika, akinek most is csodálatos víkend díszletet köszönhetünk. Szia, jó estét, és köszönjük szépen. Tényleg nagyon... Üdvözlöm a nézőket is. Nagyon kellemes volt a látvány, és amikor beléptem, akkor pont azon gondolkodtam, hogy én, megmondom őszintén, még nem szedtem le a karácsonyfát, mondván, hogy olyan szürke és hideg és sötét ez a január, úgyhogy még egy picit ezekkel a karácsonyi fényekkel fel tudom dobni az estéket, de hát úgy látszik, hogy a bátrak meg a forradalmárok azok már a tavaszra készülnek, és itt a kis hóvirágok is azt mutatják, hogy el lehet kezdeni akkor színesedni, és nem feltétlenül a karácsonyi dekorációval. Ugye nekünk minden évben már január elején kinyílnak a bíborkás hóvirágjaink, ezek ékszergyurmás hóvirágok, és ilyenkor mindig egy picit karácsony után már a tavaszt kezdjük a dekorációnkba hozni, és az első az a hóvirág. És az idén, ugye az év színével egy kicsit elgondolkodtunk, meg bajba voltunk, hogy fogjuk ezt illeszteni a különböző évszakunkhoz, az évszakai dekorációkhoz, és végül is aztán rátaláltunk magunkra, mert ez a szín egy kicsit púderes, egy kicsit nyugodt szín, egy kellemes hangulatot árasztó szín, és most a stúdió dekorációban, hogy a zöld, ugye a hóvirágoknak a fehérje és a zöldje mellé a zsájával párosítottuk, tehát ezzel a zsája zöld párnákkal, illetve színátmenetesre készültek a párnák, illetve a lámpaernyő, illetve a natur színek is nagyon-nagyon jól találnak hozzá, tehát nagyon jól illeszhetők a korábbi bohó stílusú kedvelt dekorációs elemekhez, úgyhogy így született meg a stúdió dekoráció most. Arról egy picit mesélj már, hogy ki találja ki ezt, hogy mi legyen az év színe, hol születnek ezek a trendek, ha lehet ezt mondani, színtrendek? Természetesen azért Amerika ennek a hazája, 25 éve határozzák meg minden évben az év színét, és ezek az évszíne nem úgy
találják ki, hogy megpörgetik a kereket, hogy na most mi legyen. Tehát nem egy ilyen szivárvány színű kerék van, amit így megpörget? Nem, hanem mindig az adott társadalmi, kulturális, illetve a gazdasági folyamatokhoz választanak színt, illetve az, amint elmondtál a beköszöntőben is, a mögöttes tartalmat. Tehát, hogy milyennek az üzenete most erre az évre, az is nagyon fontos. Ugye Amerikából a szociálpszichológia Amerikából indult el, mint nagy társadalmi ágazat, vagy társadalmi kutató ágazat, és a színek is nagyon meghatározóak a hangulatunkra, a különböző vásárlási szokásainktól, egészen ugye ezt már használják nagyon sok helyen. Mi az éjségünket, illetve az evési kedvünket is befolyásolja, hogy milyen színnel vagyunk. Tehát nagyon-nagyon sok mindent befolyásol a szín az életünkben, és ezeket a színeket is úgy határozzák meg, hogy mi az, ami fontos lenne ebbe az évben, milyen folyamatokat lenne fontos elindítani ebbe az évben, és ebben az évben azt mondták, hogy nagyon-nagyon elidegenedtünk egymástól, tehát nagyon taposós, nagyon nyomakodós társadalmak kezdenek kialakulni, és jó lenne, ha egy kicsit jobban odafigyelnénk, egy kicsit lecsendesednénk, egy kicsit empatikusabbak lennénk egymáshoz, illetve saját magunkra is egy picit jobban odafigyelnénk. Igen, amikor az ember erre a barack pihen színre néz, ami úgy gondolom, hogy egyébként, hogy a különböző fényeknek a függvényében más és más színt mutat, vagy más hangulatot, tehát akár egy verőfényes napsütésben más, mint egy félhomályban talán, mindig az ártatlanságra, a kisbabákra, vagy a kisbaba ruhákra, legalábbis én erre asszociálok, vagy a kislányok ruháira, tehát ott van az a tisztaság és az a leegyszerűsödés. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor most, hogyha nagyon tudatosan figyeljük a környezetet, vagy a médiát, vagy a reklámokat, akkor nem csak a kirakatokban, vagy akár majd jövő karácsonykor mondjuk a karácsonyfa gömbökben, de mondjuk bizonyos weboldalakon is visszajöhetnek ezek a színek? Tehát, hogy ez így szépen az egész évre igyekszik majd nyilván a szónak nem rossz értelmében rátelepedni, tehát egy picit ilyen módon is formálni az emberek mentális, lelki jólétét? Igen, tehát nagyon-nagyon sokan figyelik ezt, hogy mit határoznak meg az év színének, a különböző nagy divatházaktól kezdve, lakberendezésekig, mindenhol fogunk találkozni ezekkel a színekkel, így ahogy mondod, és az év minden évszakban végig fog bennünket is kísérni ugyanez a szín. Amikor beléptem, mondtam, hogy úristen, te annyira profi módon hozzáöltöztél a díszlethez, és nagyon szép ilyen pasztelszínek harmonizálnak a párnák színeivel. Ezt a barack pihét például akár egy ilyen nagyon merészebb történetben is ugyanúgy tudjátok majd alkalmazni? Ugye hát most a következő ilyen jelentős ünnep lesz majd a farsang, illetve hát a Valentin nap, ahol meg ugye főleg a piros színek élnek, aztán a nyár az topzódik a színekben, összejönnek azok a narancsosak, tehát akkor is visszaköszönnek majd ezek? Megijedtem, amikor ezt a színt én láttam az év színének, mert én keveset használtam ezt a színt még. Tehát kevésbé volt eddig jellemző nálunk, és elkezdtem utána nézni, mivel párosítható, mivel találnak. És meglepő módon ez a szín nagyon-nagyon sokfélével, tehát az egész pasztel színektől az élénk színekig nagyon-nagyon jól illik hozzá. Például a most ugye a zsája, de nagyon jó egy smaragdal, tehát egy nagyon karakteresebb szín, vagy a pasztel színekből a nyára például egy pasztelkékkel a nyári naplementéknek a hangulatát idézi ez a szín. És nagyon-nagyon jól például egy elegáns, egy arannyal, egy rose golddal, egy rézzel pedig egy nagyon elegáns hatást lehet elérni. Tehát ez a szín, ez egy nagyon jól kombinálható szín. Önmagában szerintem egy kicsit erős, abból a szempontból, tehát egy ruha, egy esti ruha gyönyörű lehet belőle, de úgy önmagában csak ez a szín szerintem lehet, hogy valakinek egy kicsit soknak tűnik, és ezért nagyon jól lehet kombinálni a pasztelebb színektől egészen a szürke sem színeken át az erősebb színekig. Hát lehet kísérletezgetni, meg ugye hát mindenkinek más a szép és más tetszik, vagy pedig segítséget kérni például tőletek az üzletben, mert egyébként
azért látom, hogy profilak berendezőknél, dekoratőröknél komplett színminták vannak, skálák, mivel jó, és akkor néha olyan meglepő, hogy ami az embernek eszébe se jutna, az is nagyon, nagyon szép, és egy harmonikus összhatást eredményez, akár csak a Weekend díszlete, amiért nagyon hálásan köszönetet mondok kollégáim nevében is, és köszönjük szépen, hogy itt jártál, és megint egy szép csodát teremtettél a kollégáimnak. Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe, tartsanak velünk a jövő héten és ugyanebben az időpontban, akkor többek között a Prima volt a zenekar, és Sebők Misó fog bemutatkozni. Addig is vidám hétvégét és kellemes pihenést kívánok önöknek kollégáim nevében, és köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!